Szeptemberben. Házasodom, barátom! Mit beszélsz? Házasodom! Hozott pálinkát? Petőfi Sándor és Arany János barátságába tekinthettek bele egy színházi előadás kapcsán azok, akik ellátogattak a Bonyhádi Vörösmarty Művelődési Központba és jegyet váltottak a színdarabra. A két szereplős dráma az 1848-as szabadságharc eseményeit, történelmi hőseit, a kor szellemiségét megidézve, a két költő költészetén és életükön átszűrve követi és jeleníti meg. Érdekessége a történetnek, hogy a drámaírónőnk, Brestyánszky Boros Rozália, nagyon korhű és dokumentarista gondolkodásmód mentén csinálta meg a dramaturgiai szerkezetet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden mondata egy felhasznált, vagy levelezésből, vagy akkori önéletrajzi szemelvényekből összeállított párbeszéd. Igazából ami ebből egy találmány vagy fikció, az összekötő szálak, amiben időt és teret ugrálunk. Egyébként Arany és Petőfi barátsága abban a két évben, ami éppen a forradalom időszakára datálódik, és azon túl, hogy kettejük barátságáról beszélhetünk, betekintést nyerhetünk az akkori kor eseményeibe. A két szereplős előadáson keresztül még olyan híres írókkal is találkozhatott a közönség, mint Vörösmarty Mihály vagy Jókai Mór. A színdarab egy igazi történelmi és irodalmi kalandozás a múltban. Van egy főalakunk, a Petőfi, aki viszi a maga történetét, hiszen ő maga a forradalmi alkat, és ő érdekel bennünket, mint központi téma. És van az Arany, aki viszont hát ugyan nem a legjobb színész hírében áll, de fölvesz egy-két alakot a múltból, akiket felsoroltam már, és eljátsza őket. Tehát Arany csinálja a társaságot, vagyis a jelenet lehetőségét a Petőfinek, és ezt én játszom éppen. De nyilván olyan íróóriásokat, mint a Petőfi és az Arany egyrészt hálátlan, hiszen ők egy kicsit érintetlenek, de ugyanakkor meg hálás is megformálni, hiszen kihívást jelent úgy belebújni abba a szellemiségben, nyilván külalakra nem, hiszen nem tudok Arany Jánosként kinézni, de azt a szellemiségét átvenni, amit ő képviselt, az mindenképpen kihívás, és ez számomra egy nagy öröm is. Tehát ezt a nézőknek átadni a ma emberének szerintem kötelesség is. A két szereplő két különböző vérmérsékletű jellemet alakít, akiket összeköt a barátság, egymás tisztelete, hogy mindketten költők, a haza szeretete, elismerik egymás nagyszerűségét, sőt egymás életét és előmenetelét is segíteni próbálják. Mégis egyes helyzetek vitára ösztönzik őket, ahogy ez kiolvasható a levelezésükből, amit a szerző áttanulmányozott. Ami miatt nagyon izgalmas szerintem ez a szöveg, mert abszolút korhű. Tehát a drámaírónő, aki ezt elkészítette, felolvasott több száz ezer oldalt a visszaemlékezésekből, levelezésekből, és ezekből állította össze a dialógust. Tehát itt mi, tehát a két költő 1847-ben találkozik a Toldi kapcsán. Ugye ismerik egymást meg. No, és ez a mai színdarab, ez ezt a két évet mutatja be, ami 47-től 49. júli 31-ig, amíg Petőfi eltűnik Segesváron, történik köztük. Leginkább Petőfi megvilágosításából. Tehát ami miatt ez szerintem egy izgalmas szöveg, mert 98%-ában ez 200 éves szöveg. Tehát ebben nincs fikció tulajdonképpen. És aminek még ellen akartunk menni, az, hogy nem mondjunk verseket. Tehát ne az legyen, hogy akkor most egy Petőfi vers, egy Arany János vers, hanem mutassuk meg az emberi oldalukat, hogy hogyan küzdöttek ezek, de még a versírással, vagy a verscsinálással, vagy Petőfinek a viszonyait. És ugye azt a korszakot, amikor tulajdonképpen Petőfi mindenkivel összecsap, kivéve Arany Jánost. És hogy egy picit megmutassuk azt, hogy tulajdonképpen olyan, mint hogy ez a két ember ma itt 2022-ben innen állna föl a közönség soraiból. Tehát, hogy picit lehozzuk őket a parnasszusról, és megmutassuk őket az emberi oldalukról. Mert a költészetüket azt úgy, ahogy mindenki ismeri. Nyilván Petőfi és Arany talán a két legjobban ismert költő. Jó, nyilván tudnánk még sorolni másokat mellettük, de ismerjük a költeményeiket. Viszont az emberi oldalukat nem, és ezt szerettük volna megmutatni.
Az előadás egy hiánypótló előadás, hiszen a mai kor embere a két híres költőt a költészetükről ismeri, viszont az emberi oldalukról már kevesebb tudomásunk van. Ez egy nagyon komoly munka volt a drámaírónak a részéről, hogy ezeket a beszélgetéseket és ezeket a dialógusokat összerakja. És azt gondolom, hogy talán sikerül egy kicsit közelebb hozni őket. De persze ezt a közönségtől kell majd megkérdezni, és nem akarom nyilván visszadobni a labdát, de meg álszerény sem akarok lenni. De azt gondolom, hogy ez egy jó erős és szövegközpontú előadás. Tehát ugye itt látszik, 8 székkel játszunk, nincs több, nincs más. 60 percig fönt vagyunk mind a ketten a színpadon, és ami miatt szerintem erős a történet, mert rá kényszeríti a hallgatóságot arra, hogy végigfigyelje a 60 percet, és koncentráljon, és jöjjön velünk ezen az utazáson. A színdarabnak tanulsága is van a mai közönség számára. Az az érték, amit a két költő barátsága képvisel, az a szellemiség, a gondolkodásmód, az összetartó erő és egység, amit ők képviseltek, példaértékű a mai ember számára.